Sziasztok, ez itt újra a VR. Ez most, ahogy ezt mondani szoktuk a videók elején, egy másfajta videó lesz, egy kicsit előtt a szokásostól. Ezt a videót egy most megjelent, vagyis pénteken megjelent játékról csináljuk, ami az XCOM 2, ami dinamikájában, meg gameplay szempontjából nem feltétlenül a legakciódúsabb, ez egy körökre osztott taktikai játék, viszont nekem egy személyes nagy kedvencem. Úgyhogy külön úgy alakítottuk, hogy mindenképpen mutassunk nektek egy videót róla, mert én iszonyatosan vártam ezt a játékot, és atom nagy fanja voltam az összes előző résznek, az UFO sorozattól kezdve. Úgyhogy nézzük meg, milyen az XCOM 2, ez egy ilyen bemutató videó lesz nektek, tulajdonképpen úgy, ahogy régebben is csináltuk például a Fallout-tal, vagy az Assassin's Creed-del, úgyhogy nézzük meg, hogy milyen lett az XCOM 2. Erről egy titkot úgy, hogy most látom először szinte, hogy kurva jó. Nézzük milyen. Annyit érdemes tudni erről az egész dologról, srácok, hogy az előző részben tulajdonképpen meg kellett védenünk a földet UFO támadástól. Most az UFO-k már elfoglalták a világot, és nekünk, mint egy ilyen lázadó csoportnak, vissza kell foglalnunk tőlük az egész bolygót. Közben olvassátok, én nem figyelek. Operations at the new facility in Paris thankfully remain unaffected. In response to the unprovoked intrusion on the eve of our most beloved celebration, the speaker reaches out to us. Ciao. Hello. A small number of dissidents again repeat the mistakes of the old world. Striking as we celebrate the benevolent savior of time. Ah, itt pont a lázadókról beszélnek. And compassion. Yet these trivial actions could never break the bond between humanity and the elders. Oh, elders! Peacekeeping forces have already made. Szóval most már az idegenek így gyakorlatilag ilyen humanoidok? Mármint, hogy biztos, hogy van más fajtájuk is, de akkor... Ja, vagy... Vagy embereket meghipnóznak? Perfect. Érdekes. Akkor itt most tényleg ilyen gerillába nyomjuk. Tervezik az akciókat. Prep gate crusher. 60 seconds. Valaki becsomista. Jó, ez direkt volt, hogy el tudjon szökni a csaj. Ó, ez egy bomba. Morbaleten, Jani. Vigyázz a magadra. Morbaleten. Ó, értem. És akkor most itt van az XCOM központ. Megcsináltak az ambust, és akkor most bevetik az osztagot. Állat! Nagyon eszméletlenül kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lett maga a gameplay. De a felvezetés nagyon tetszik. Wow! Biztos, hogy kezdő karakterekkel leszünk. Egy picit beszélek majd a játékról nektek, csak hogy értsétek, hogy miről van szó. Már aki nem érti. Oké. Okay. Szóval, gyakorlatilag... Passa. Szóval ez egy tutorial mission most tulajdonképpen. Itt gyakorlatilag... Maximum 6 embert vihettünk az előző részben, most nem tudom, hogy ennél többet vihettünk-e vagy nem. Gyakorlatilag egyszer mi jövünk, egyszer az ellenfél jön. Folyamatosan fedezékben kell tartani mindenkit, mint az állat. Igen. Position, but I'm exposed here. It's better than nothing. But see if you can't find a safer position further out. Igen, tehát tulajdonképpen ez csak két részről fedett, de azért mondja, hogy gyakorlatilag ő nincs teljes fedezékben, mert ugye ez egy fél pajzsnyi fedezék, tehát csak akkor tud fedezékben vonulni, hogy a Google. Ha viszont ide jövök vele, akkor ez egy magas fal, és itt full fedezékben van. Crusher 2, stay close. Keep pace with Crusher 1.
Ja. Az a lényeg, hogy itt látjátok ezt a kék bigyót. A kék bigyón belül, ha mozdulok, akkor utána még tudok lőni. A sárga bigyón belül viszont, hogyha mozdulok, akkor már nem tudok lőni, viszont sokkal messzebbre tudok menni. Ahogy most. Fuck yeah. Ó, ez egy olasz lufnya. Azért jó sokan vannak, bakker. Keep to the shadows until you're absolutely set. Igen, ez egy új játékelement, srácok. Ez nem volt eddig. Azt olvastam, hogy a játék az sokkal gyorsabb lett, mint eddig. Ha ez nem lenne az. Az a lényeg tulajdonképpen, hogy itt most nem az van, hogy ahogy haladunk a pályán, és egyszer csak elérjük az ellenfeleket, akkor előugranak, fedezékbe bújnak, és elkezdjük a harc, hanem amíg ezt a kék bigyót látjátok a képernyő körül, addig gyakorlatilag stealth módban vagyunk, és szabadon mozoghatunk, és csak ha bemegyünk a gyakorlatilag azokba a piros részekbe, amit az előbb láttunk, akkor fognak észrevenni, és akkor kezdődik a harc. Szóval föl tudunk állítani ilyen csapdákat, meg gyakorlatilag ki tudjuk cselezni őket, még mielőtt elkezdődne a tényleges harc. Látjátok? Ha abba bemozdulunk abban a részben, akkor észrevesznek és letámadnak a faszba. Na. Yep. Kisebb gyerek küldjük előre. Fussál már! Jól néz ki! Nagyon-nagyon szép lett. Igen. De gyakorlatilag most a meglepetés erejével fogunk hatni. Mi volt ez? Ó, oh, ez valami bosszantyú. Akkor egy fél csapat elment. Ah, fasza, még négyen maradtak itt. Oké. Jó, akkor most gyakorlatilag nem feltétlenül kellene lőnünk, de lőni fogunk. Úgyhogy tulajdonképpen most, itt látjátok, hogy hány százalék sanszunk van arra, hogy eltaláljuk ezt a jószágot. Azt mondja, hogy nem tudom, melyiket kéne lőni. Úgy látom, hogy a legelső gyereknél van a legtöbb szansz. Úgyhogy le van a vérbe. Fuck yeah! Right in the middle! Oké. Ez meg lett baszantyúzva. Úgyhogy ez eddig nagyon fasza. Gyakorlatilag most, hogy rájuk lőttünk, most vettek észre. És most vonulnak ők is fedezékbe. Oké. Most elveszítettük a concealmentünket, tehát most már nem vagyunk rejtettek. Most már minden mozdulatokat követi az ellenfél. Oké. Ramirez, bemozdítjuk. Mivel ez a kék területen belül volt, most még egyszer cselekedhetünk tulajdonképpen. Az fedezékben van, az is, úgyhogy rá tudunk lőni. Remélem eltalálom. Igen! Folyam! Azt látjátok, hogy eldobott egy ilyen kis cuccot. Aminek az a lényege, hogy tulajdonképpen ezek ilyen fegyverkiegészítők, amikkel a fegyvereket tudjuk tuningolni. Áó! Ez is egy új játékelement, eddig nem volt még a játékban. Most már az ilyen kis tucokat fel tudjuk venni a földről. Ajaj! Ez jelenti azt, hogy flankelnek minket. Ez van, amikor nem vagyunk fedezékben. Shit! Watch your flanks! Igen. Most mi fogjuk beflankálni őket? Azt nem tudom, hogy ezeket az utcokat fel kell-e külön venni, vagy nem. Szerintem nem. Oké, tehát látjátok, hogy itt ez a fedezék, ez ebből az irányból van lefedezve. És itt is. De ha bejövünk ide, a kék területen belül, akkor tulajdonképpen... Most még ebben a körben úgy tudom meglőni őket, hogy nincsenek fedezék mögött, mert kikerültem őket. Látjátok, hogy a százalékok is jóval föntebb mentek, úgyhogy Jackson, most beszoptad. Fuck you! Dead. Oké, okay, most ő kifingott a vérbe. Jelentek most mondja, hogy eltelt egy kör, így már nem tudunk nyerészkedni. Mi volt ez? Hello? Morta Beltor, bassz meg! Kurva nagy gáz van! Central reporting. Yeah! You're late. Szerintem ő a base commander az előző részből. De csúnya vagy, bár! They're us. At least they used to be. Oh, hybrid soldiers.
Advent's reward for obedience and service. We've all heard rumors. I just never believed it was true. No, szóval akkor ezért emberszerűek, most már ezt is kiderítettük. I promise you that's gonna change. Király. Let's move. Looks like that transmission went through. You have an Advent transport closing on your position. Meg leszünk megint támadva. Csak kérdés, hogy melyik irányból? Oké. Tulajdonképpen arról van szó, hogy akkor befedezzük magunkat ide, mert szerintem ebből az irányból fognak jönni. Itt látjátok a bal felső sarokban, hogy jön az erősítés. Most mutatok egy olyan módot, amit Overwatch-nak hívnak, hogy megnyomjátok a kettes módot, ő Overwatch-on van. Az azt jelenti, hogy a következő körben, ha valaki az ő visionjén belül megmozdul, az azonnal le fogja lőni, ha eltalálja. Jó. Vele pedig berambózunk az épületbe. Mint a vér. Oké. Okay. Zsillet? Ministry, you're up. Hold up. You should check that body for salvageable gear. Igen, akkor... Ja, aha. Akkor csak föl kell venni. Okay. Igen. Akkor bele kell mozdulni abba... Egy szkópot találtunk. Bele kell mozdulni abba a kockába, úgy lehet felvenni a cuccokat. Valamiért azt hittem, hogy... az elesett cuccokat gyakorlatilag a pálya végén mind megkapjuk, de nem, akkor fel kell lenni őket. Bassza. Megjött a hajó! Remélem, Baszdmeg, a csokoládé herceg egyedül maradt kint. Hát beszarok. Reinforcements just hit the ground. Megjegyzem, azért mozdultam ide ezekkel az emberekkel, mert azt mondták, hogy oda mozduljak, amúgy nem oda raktam volna őket. Na, látjátok? Mivel Overwatch módra raktam a csokoládi herceget, ezért ő, ahogy bemozdultak, azonnal lelőtte. Oké. Most visszavonulunk vele egy kicsit. De lövünk is. Jackie Chanre. Nem tudom, hogy eltalálom-e vagy sem. Az a baj... nem. Újra töltöm inkább a fegyvert. Ja, hogy nem enged, jó? Lőj akkor rá a szemét. Ez a tutorial mission-ök hátránya. Persze, hogy nem találtam el, te farok 40 akárhány százalékkal. Na mindegy. Oké. Okay. Most ráfedezünk az ajtóra. Akkor ők, jaha, ők belül akarnak valami, tehát ez egész misszió. Oké. Szóval ezek a katonák meg tudják hackelni a számítógépeket gyakorlatilag. Hackeljük meg. Ez is egy új játékelem, a régiben nem volt. System Override. És akkor itt látjuk, attól függően, hogy milyen skilljeink vannak, hogy melyik hány százalék esélyünk van. Most látjátok, hogy arra, hogy kinyissam az ajtót, gyakorlatilag 100% az esély. Úgyhogy ezt... Kinyílt! Éljen! Oké. Okay. Itt van bent valami, amire szükségünk van. A 100%, úgyhogy megnézzük, mi a pálya. Let's hope our intel was good. This is the place. Are you sure? Mi a tököm van itt? Looks like there's an access panel attached. If you get me a better look, I'll be able to... Next time. Let's get out of here. Jó. Van egy sejtésem, hogy ez micsoda, de nem akarok nektek semmiféleképpen spoilerezni. Oké. Merre van a kiút? Az a nagy kérdésem. Mindegy, vele ide bebújunk. Azok után felkapjuk ezt a csávót. Valakit kerestünk, akit most ezek szerint megtaláltunk.
Ajaj. Understood. We're on the move. Még jön erősítés. Kapjon be. Mi lenne, hogyha legugolnál a kurva doboz? Nögi. Ennyit a csoki hercegre. A végén van bassza. Central, pressure one is down. You have to get out of there. We need another exit. Now. Oké. Akkor lehet, hogy hátul fogunk is lisszanni, ezek szerint. Kirobbantjuk szerintem gránáttal a cuccost. Már az előző részben is lehetett falakat szétrobbantani. Menő! Oké. Okay. Most megfogtatjuk szépen. Azt hittem, hogy meg kell küzdeni az előttünk lévő katonákkal, de hát nem. Ó, de nehéz ez a dög, hallod. Mi a vér? Igen. Húha, húha, onnanana! Mellé lőtt a kis köcsök. Helyes. Ez már nem lesz olyan close, kis csaj. Mi van? Baszki, ez a tutoriám is a lényeg, hogy megbasszanak? Te jó Isten! Firebrand, this is Gatecrasher. We need an immediate evac. Get us out of here. Kíváncsiak, hogy most... Ó, hogy jön menti a hajó. Jó. Oké. Okay. Megkérjük a mentőhajót. Király. És... meg is érkezik szerintem, úgyhogy... We're coming home. Már megvan a spotlight. És igen. Jó. Hát most ez így jó lenne, hogyha ívek kellene már a vérbe. Oké. Okay. Hát ez egy egészen egyszerű küldetés volt. Teleportálós kutyafasz, hidd el nekem, aki meglátta, hogy elvittünk valamit, amit nem kellett volna elvittünk. First Blood! Ez itt a Grand Canyon? De ki az istened? Carefully! There's potentially decades of atrophy to contend with. Wish we had more time. I don't disagree. But as it stands now, we risk losing the patient if we don't begin the removal procedure immediately. Mm-hmm. Lekeszedjük róla a rucit. Good. But let's get on with it. Darth Vader ébredése. Just like 20 years ago. We were still calling it a war back then. Ez ugye az előző rész. We had no idea what was coming. Response from the cerebral cortex. Good. Prepping for cranial intrusion. Azt most feldugják neki? Ja, nem. I've managed to identify the connection, preparing to make final incision. These readings are getting really erratic. Of course they are. These implants were never designed to be removed. We are risking severe... Vágom, tudod, hogy van benne egy ilyen jeladó, vagy egy ilyen cucc, és gyakorlatilag azzal, hogy kiveszik, lehet, hogy megölik. Jó, hogy nem a seggében volt. Képzeld már ezt a szar. Ah, szóval gyakorlatilag... így uralkodnak most már fölöttünk. No signal.
Pupillary response normal. Vital stabilizing. Okay, sikerült eltávolítsák a cuccot. Procedure complete. Told them it would take more than that to keep you down. Welcome back, Commander. Vágom. Szóval gyakorlatilag... Minket mentettek ki. Glad to see you're finally coming out of it. Don't envy the headache you must have, though. Still, can't fault Dr. Tigan. Especially as no one's even attempted something like this before. Easy. We're still not entirely sure what they did to you. That chip was buried halfway in your skull. Igen. Lost a lot of good soldiers looking for you over the years. Szóval gyakorlatilag az elmúlt 20 évben elfoglalták a Földet, most foglalnák vissza tőlük. Tulajdonképpen az elmúlt 20 évben minket kerestek a megmaradt katonák. A lot's changed. Did the best I could, but the last 20 years have been tough without you. You feel like catching up. Shen has the archive up and running on your terminal. Otherwise, I'd go see Dr. Tigan when you're ready. There's some things you should know. He'll be better explaining them than me. It's damn good to have you back, Commander. Okay. So as a commander quarters, commander's quarters. To the research labs. Van az a lényeg, hogy van egy base management része ennek a játéknak. Tulajdonképpen folyamatosan kutatásokat, gyártást és a katonáinkat kell felügyeljük, közben power generátorokat, satellite uplinket és a többit kell fönntartani. Tehát tulajdonképpen vannak a taktikai küldetések, illetve van egy base management mögötte. Nagyon rá lehet fogni erre a gémre. I am responsible for the entirety of our research here, as well as the procedure you so recently underwent. Welcome to my lab, such as it is. I'm not sure what Central may have told you, but we found something while removing you from the alien stasis suit. No, mit a device implanted directly in your occipital lobe. Ezt a cuccot találták a fejünkben. To the equipment available to me during my tenure at Advent, I would already know the precise nature of its function. However, given time and your approval, of course, Commander, I assure you, I will find out. Which brings to light an additional point. Though aspects of this facility are indeed impressive, I am but one man. Igen, tehát gyakorlatilag arról beszélős pont, ki akarja, tehát gyakorlatilag rá akarnak, hogy mire jó az a chip és a többi, és a base management alatt gyakorlatilag minél többet fektetünk a researchbe, tehát minél több scientistet használunk ide, és a többi, annál gyorsabban tudják megcsinálni a fejlesztéseket. Úgyhogy konkrétan most ezt az Alien Biotech-et fogjuk abban a pillanatban kifejleszteni, ennek egy nap a kifejlesztése. I'll contact you when I have a full report available. That research will keep Tigan busy for a while. In the meantime, you might want to head down to the armory. Okay, megnézzük, mi újság az armoryban. Jane Kelly was instrumental in the op to get you back. She earned enough experience for a promotion. Az a lényeg, hogy minden egyes katonánkat minél több küldetésben vesz részt, tudjuk promotálni, új képességet kap, új dolgokat kap, ez nagyon-nagyon király. Viszont ha meghal, akkor meghalt. Permanent van a játékba, úgyhogy vigyázzatok a karaktereitekre. Mindenféleképpen. The Ranger serves as our primary reconnaissance unit, capable of moving independently and concealing while engaging enemies at close range. Ezt láttam, hogy ez egy újfajta karakter, akinek kard van. Ez a Ranger kéne legyen elméletileg. Okay, soldier promoted. Carry on. We're off to a good start. Our troops will only get stronger as they gain experience. Csávó ugyanazt pofázza, amit én. És az a lényeg, hogy gyakorlatilag ahogy a bridgehez megyünk, itt a híd, itt látjuk az egész földet és a missziókat és mindent. Commander, give me a second. Execute echelon protocol. Attention, senior command exchange confirmed. I had wanted that to be a little more... Ó, gyakorlatilag átadta a parancsnoki címet nekem. Just located this hybrid magnetic power converter that Shen's been pushing us to find. They tracked the device to a nearby Advent convoy and are attempting to take it down. If we can bring this converter back in one piece, we might szerezni azt a konvertert, amivel gyakorlatilag az energiaellátását ennek a helyre tudjuk megoldani.
A squad is prepped and ready to launch on your order, Commander. Just give the word. Lehetünk is küldizni. Éljen! Szóval itt van a squadunk. Mindenkinél assault rifle van, kivéve a csajnálannál shotgun és kard. Mindent tudunk az égvilágon variálni, meg tudjuk változtatni a karakterek kinézetét, a nevét, a felszerelését, mindent az égvilágon. De inkább nézzük, milyen a mission. Szóval vissza kell szerezzük a konvertert. Oké, okay. De kibaszott jól néz ki a tere. Ez a havas téma, az nagyon durva. Commander, getting a fix on the device, but it looks like it may have been damaged during the fight. Energy readings are going crazy. I'm guessing we don't have much time before it... Ó, ne bassz már, hogy időre fog menni. Időre fogom neki öltés, mert felrabban ez a kula. Ó, hogy a kubanyját. Már most! Shen's working on a way to stabilize that thing, provided we can get close enough to access its core. Okay. Stay in the shadows until we can get a better read on the situation. Tulajdonképpen ez az a fázis, ami meg lett gyorsítva. Régebben már gyakorlatilag a küldetés elejétől fogva folyamatosan bassza meg a kurva élet. Ez most egy félrekattintás volt, bocsász. Már a küldetés elejétől kezdve folyamatosan sunyulnunk kellett, mint az állat, hogy nehogy aktiváljunk egy elemi egységet, amivel gyakorlatilag azonnal elkezdődik a harc. Most szabadon és gyorsan mozoghatunk mindenfelé, anélkül, hogy gyakorlatilag riasztanánk az ellenfelet. Most ők mozognak gyakorlatilag. Mi van? Mit ugatsz? Kusoljá! Jó? Nézzük. Most bemozdulok ide, azért a kék terepre mozdulok be, nem pedig a sárgára. Tulajdonképpen ezt a lányt én most Overwatch-ra rakom. Overwatch. Tehát, hogyha erre jön bárki, akkor azt hülyére fogjuk lőni. A másik tagot, amúgy egyébként a kamerát tudjuk forgatni, meg mindenféle nézetben tudunk váltani. Másik csáv ide fogjuk pakolászni, és őt is Overwatch-ra rakjuk. Scanning. És akkor gyakorlatilag fedezzük ezt az egész cuccumot. Őt pedig nyugodtan bemozdítottam most már ide. Meg mivel bármi gond lenne. Oké, okay, de mivel négyen vagyunk, így még lépünk egyet. Oké. Okay. Fussá csaj! Mindenki csaj! Nagyon durva. Oké, okay, megvannak. Szóval... The Advent officers seem more capable than the grunts. We're not sure whether to chalk it up to training or stricter mind control. Az a durva, hogy ezeknek az idegeneknek vannak ám képességeik. Nem is olyan szarok. Tudnak például hipnotizálni, mindenféle szarokat tudnak csinálni az égvilágon. Ami nem túl jó. Na mindegy, ezeket most... Ezt belövöm ezt a csókát ide. Remélem, hogy még nem sétálok bele a látóterükbe ezzel. Nem, még nem. Jó, megpróbálunk felállítani ide egy ilyen kisebb jellegű csapdaszerűséget. Vagy mit? Majd megpróbáljuk őket elkapni. Berakjuk Overwatch-ba. Azon gondolkozom, hogyha most én ezzel így becsapódok ide. Várjál. Már csak ő jön. Izgi. Aktiváljuk be őket. Ezt most direkt csinálom. Aktiválni akarom őket. Hopp! Észrevettek. Okay. Igen. You should be able to hack into that thing safety protocol. Meg kell hackelni. Igen. Shen is uploading the fix right now. Okay. Most megláttak. Kíváncsi vagyok, az Overwatch-os karakterem tud-e majd lőni. Aha. Ő Overwatch-on volt, ugye rá tud lőni. Hallod, fasorba nem. A faszba se találta el. Ez így elég szar. Mert most az egyik karakteremet úgy szét fogják lőni, mint a picsa. Ez nem túl jó. Megjelöltek? What? Mi az, hogy Mark? Az mit jelent? Ha most a másik is leáll, ő is eltalálja, meg fog halni. Ajaj, problém! Fasza! Nem jött be. Azt hittem, hogy ő is meg tudja lőni őket, és akkor jobbak leszünk, de nem. Van ilyen is, srácok, amikor a karakter tulajdonképpen
bepánikol, attól, hogy meghalt a társa, és egyet automatán lép, mert megőrül. Ez néha jól szokott jönni egyébként. Most már promótálták is. Jó, most vele elbújunk ide. És rá fogunk lőni Jolly Jokerre. De miért nem bújik be mögé? Nem sikerült eltalálni, mert elég fia vagyok, 30-valahány százalék volt csak. De miért nem fedezékbe bújik az a csag? Érdekes. Elég rámegyek, hogy bújjon be, és mégis megáll mellé. Ő bebújik, ő viszont megáll. Nem értem a dolgot. Á, nagyon kevés a százalékunk, amivel el tudjuk találni. Úgyhogy rávaszunk egy gránátot, csak hogy fasza legyen. Nesze! Az a baj, kopaszkár most meg fogják lőni szerintem, ami nem... Ó, nézd meg ezt a forsos köcsögöt! Hogy elszaladt a gránát? Ajaj! Problem! Faszok, még többen jönnek? Kurva anyjel! Szülye! Ami nagyon gáz, mert csak hárman vagyunk tulajdonképpen. Most tette fel a teherautó. Ideje volt. Ki lehet gyulladni a terepcuccoktól? Na, ez régen nem volt, bassza meg. 48%, 40%. Tegyük. Azt nézem, hogy... Hát, meg csak megpróbálok rálőni. Nem nyert? Ez a baj ezzel a játékos srácok, hogy nagyon-nagyon-nagyon taktikázni kell. Jó. Hello, mister. Ah, nem jó. A fa mögé még be tudok bújni. Szuper. Hát, egy öt. Ezt nem fogom tudni. Az meghal, ha eltalálom, úgyhogy megpróbálom. Ez az, baby! Így kell ezt nyomni. Taking care of! Get up! Ő is elő lesz majd léptetve, aminek nagyon-nagyon-nagyon örülünk. Őt pedig felezébe rakjuk ide. Oké. Okay. Na nézzük, mit lépnek. Gyerek, csak! Hát ez van, ez a fosköltők társasága. Beszoptat Hemi. Ő még ezt a kört is égéssel tölti, hát ez van. Commander, we're running out of time here. If we don't stabilize the converter soon, I don't think anybody's going home today. Már csak három köröm van, hogy hatástalanítani tudjam ezt a kakát. Úgyhogy, hát gyakorlatilag ezzel muszáj ide, ezt muszáj ide hoznom. Így. Remélem nem lesz semmi gáz. 10-4. Meg remélem, hogy nem fogják onnan lelőni ezt a csajt, mert muszáj lesz hatást tanítani, mert különben fel fog robbanni a cucc. Őt pedig berakjuk Overwatch-ra, hogy fedezze a többieket. Működik az Overwatch! Megmozdultak és genyó úgy, hogy lelőttem a picsába. Na ez van, bazzik! Ne basz már, ennyire meggyújtottam véletlenül! Hülye picsa, el fog így! Although they bear some resemblance to the sectoids first encountered during the invasion, jó durván néz ki az előző részhez képest. They are stronger than ever, with an even greater psionic potential. Hát ez szuper, ez szuper. A csaj megint bepánikolt attól, hogy kigyulladt, és hát önkényesen itt így... Oké. Meghackelnéd ezt a lófaszt? Légy szíves! Hack! Remélem tudjuk hatást tanítani, és nem kerül semmi külügybe. Oké. Okay. Disarmo! Kész! Ennyi ellenfelet amúgy hárman nem fogunk tudni legyőzni, ha csak valami csoda nem történik. Well done. Readings are returning to normal. Well... Mostly normal. Okay. Firebrand is en route, but I wouldn't take any chances. Eliminate all remaining hostiles in the area. Tudtam, hogy ez lesz. Ki kell nyírni őket. Fasza. Most ők lépnek. Nem jó, hogy egy szektoid is van velük, azt nagyon hamar le kéne lőni. Mi ez, amikor itt bejelölnek? Erre vagyok kíváncsi.
Mellé köcsög! Szar vagy! Most az autó fel fog robbanni, ugye? Csúcs. És most mindegyik egyenként jönni fog. Lehet, hogy Rukin kellett volna kezdjem ezt a walkthrough-t, János, mit gondolsz? Elbíztam magam. Problem! Ez nagy gond most, srácok, nagyobb, mint azt gondoljátok. Ez még annál is. Micsoda? Mindenki téged. Micsoda? Nem. I'm under fire! Nem igazán ő engem lő, inkább itt mind control miatt aggódom egy kicsit, mert az a karakter most már velük van. Ameddig a szekta így meg nem hal. Ami nem túl jó. Jó, hashtag nem találták el, de amúgy örülök neki, hogy a már majdnem felrobbanó bombát, azt sorozzák, mint a gép. Helyes. Probléma. Na, most arra kellene valahogy koncentrálnunk, azt nézem, hogy a szektaidot meg tudom előni. A sajt nem lőjük, nem erő a miénk. Nem. A bazzal, a szektaidot innen nem tudom eltalálni. És innen meg tudom lőni? Az a baj, hogy akkor meg ennek a csávónak a látóterébe leszek benne. Ha ide bebújok, akkor úgymond kiteszem magam a Mind Controller csapattársam felfenyegetésének, de ha innen ki tudom nyírni a szektoidat... Ez mi ez itt most? Szektoid. Most... Nem, az nem ő. 30%! Te tudod mit? Akkor bazd meg! Pisti, most megbasz téged. Gyere, genyó! Mutasd, mit tudsz! Hogy dög lesz meg, gyere! Bő, bitch! Visszakaptam a karaktert. Most újra három karakterrel operálunk kettő helyet. Na. 69%. Szerintem azt meglövöm. Ez az, baby! Fordult a koca? Na, mindenkinek lesz egy a picsába. Megígérem. Kaptok sajtos chipset is. Elfelejtettem, hogy kigyulladt az autó. Bassza meg! Make people hurt like this! Meg! Elfelejtettem, hogy kigyulladt az autó! A büdös picsába, ezt nem hiszem el! Jó ég! Oké, srácok! Legyen ennyi elég az első részre, ezzel tulajdonképpen meg akartam mutatni nektek, hogy mennyire nehéz ez a játék, és hogy egy iszonyat taktikai kaland, amit én egyébként rohadtul szeretek, és esküszöm, hogy egyébként jó vagyok benne. Mondjátok el a véleményeteket a kommentekben, illetve lájkoljátok, hogy tetszett ez a videó, illetve hogyha tetszik, amit csinálunk, és még nem iratkozzatok fel, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra. De még egy dologra kíváncsiak vagyunk, ti játszottatok-e már valaha XCOM játékkal, és ti mennyire szeretitek ezt? Remélem örültök neki, hogy egy kicsit hoztunk a mondjuk a saját ízlésemből is valamilyen gamerbe a csatornára, hiszen ilyen játékokkal nem szoktunk játszani. Én biztos, hogy végig fogom játszani, remélem, hogy majd ti is. De kíváncsi vagyok, hogy hány XCOM rajongó van. Na mindegy! Ezt a küldetést jól lebasztam! Legközelebb találkozunk! Szevasztok!